Az Óbecsei Népkönyvtár 125 éves munkáját és fennállását ünnepi műsorral ünnepelte, amelyet a jeles évforduló tiszteletére rendeztek. Először ennek a kulturális intézménynek az igazgatója Lovas Gyianta köszöntötte a megjelenteket, és röviden bemutatta a Népkönyvtár előző időszakban végzett tevékenységét. Egy újabb sikeres évet zárunk az Óbecsei Népkönyvtár színes spektrumú program kínálatával, már régen túlszárnyalta azt a sztereotípiát, miszerint a könyvtár az a hely, ahol könyveket lehet kölcsönözni. Ez az intézmény sokkal több ettől. Könyvtári és tájékoztatási munkát is végez. Az információkhoz való szabad hozzáférést, a tudáshoz, az ötletekhez való szabad hozzáférést, jogot a polgárok szellemi és egyéni ötleteihez. Ezen kívül szabadon mondhatom azt, hogy az Óbecsei Népkönyvtár városunk kultúrájának szíve, a különböző generációk gyülekező helye, a számos kulturális és művelődési programok keretein belül, amelyeket folyamatosan szervezünk. Idén Óbecse község költségvetéséből 500 000 dinárral, majd a tartományi titkárságtól 320 000 dinárral gazdagodott a könyvtár könyvalapja. Könyvvásárlás révén a Művelődési Minisztérium 560 000 dinárt különített el, az alaphoz pedig jelentős mértékben a polgártársak is hozzájárultak könyvadományokkal. Nagy előadást tartsak, a 21. századi nagy társadalmi kihívás az pont az, hogy ugye minden a számítógép előtt ott van, és hogy a könyvnek talán már nincs is varázsa, illetve a könyvtárnak nincs is már szerepe a modern társadalomban. Ellenkezőleg, azt gondolom, meggyőződésem ellenkezőleg, és nagyon örülök, hogy az igazgatónő, illetve a könyvtárnak a munkásaiba ebbe szövetségesekre találunk, hisz ők is pont ugyanígy gondolják, és a könyvtár most is a kultúra bástyája, pont úgy, ahogy 125 évvel ezelőtt, pont úgy, ahogy 100 vagy 50 évvel ezelőtt. A kultúra bástyája egy találkozási pont, már több, mint könyv kölcsönzési lehetőség. Bár hogyha jó számolom, és matek az nem volt soha az erősségem, de 90 000 könyv birtokába, és hogyha hihetünk a népszavazásnak, és 30 000-en vagyunk Óbecse községben, akkor mindenkinek jut 3 könyv, de persze hozzák is vissza nyilván. Tehát, hogy senki nem marad könyv nélkül, és ez egy nagyon-nagyon gazdag kínálat, ami a könyvkölcsönzést is illeti. És számomra a legkedvesebb, engedjék meg, az nyilván a helytörténeti rész, de mindenkinek megvan a kedvence. De Lovas Gyianta és csapata gondolt egy merészet már nem most, hanem sok-sok évvel ezelőtt is, és egy találkozási pontot varázsolt a könyvtárba. Könyvtárból helye van itt a képzőművészetnek is, helye van itt a zeneművészetnek is, helye van itt az irodalomnak is, helye van itt a fiatalnak is, helye van itt a kicsit régebb óta fiataloknak is. Úgyhogy én ehhez gratulálok, kívánok nagyon sok erőt és egészséget a igazgatóasszonynak is, és munkatársainak is, és hogy ne legyünk nagyon-nagyon nagyravágyóak, még legalább ugyanennyit kívánok, aztán meg majd lesz valahogy. Idén egyébként az Óbecsei Népkönyvtár számos szórakoztató ismeretterjesztő tevékenységet, eseményt valósított meg. Fejlesztették az olvasóklubot. A fiatalok számára újonnan felszerelt ifjúsági kuckó pedig ennek a populációnak szánt új tartalommal gazdagodott.